A Körösszögi Kistérség többszerű társulása és a Körösszögi Kistérség gyermekjóléti és szociális intézménye egy támogatópályázatot, egy társadalmi megújulás operatív programon belül meghirdetett pályázat keretében nyert, és egy képzést indított lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra címmel. Kik jelentkezhettek erre a képzésre, hányan éltek ezzel a lehetőséggel, ugyanis a képzés fél idejéhez értünk is, egy bemutatót láthatunk majd itt. Valóban a kistérségi pályázatnak a szociális intézmény a kivitelezője, és a házi segítségnyújtás fejlesztéséről van szó. A címet nagyon jól elmondta, hogy lehetőség tanulással. Tehát az egész pályázat egy képzéssel indult, ahol segédgondozói képzésen vesznek részt a hallgatók. 24 hallgatóval indultunk. A kiválasztásnál alapfeltétel volt, hogy 8 általános iskolával rendelkezzenek, ápolási díjon legalább 2 éve legyenek, ne legyenek a nyugdíjhoz nagyon közel, és természetesen vállalják a programnak az összes feltételét és a kimeneteli időszakban is. Tehát, mint említettem, 24 fővel indultunk, 30-ra terveztük, de a lemorzsolódás megtörtént rögtön az elején, hiszen sajnos felügyeletet nem támogatott a pályázat, ezért többen ezért nem tudtak részt venni. Jelenleg a mai napon is 24 fővel vagyunk. A képzésnek valóban a fél idejénél tartunk, 3 modult zártak már a hallgatók. A mai napon a háztartási ismeretek modul záródik, és mint majd látható lesz, hát bizony ez a konyhatechnikai dolgokkal színesedik, és hát majd nyilván sok-sok finomságot fogunk megkóstolni. Amint túl vannak a hallgatók, az a szabadidő és tevékenység foglalkoztatást volt, amin már a modul zárót megírták. A másik az egészségügyi alapozás, ez egy kicsit elméletes anyag volt. A háztartási ismeretek szintén gyakorlati dolog, és ezt követően már múlt héten elkezdték Békés Csabán az egészségügyi szakközépiskolában a demonstrációs teremben a gyakorlati képzést. Több héten és több napon keresztül fognak majd részt venni, és természetesen folytatódnak még az egyéb modulok az intézmény központjában. Mi van még hátra, tehát mi áll még a hallgatók előtt, illetve akik végeznek, azok kapnak is munkát? Igen. Egy nagyon fontos elemet azért nem említettem, hogy a hallgatók, akik részt vesznek, és hát nyilván ösztönzőleg és ösztönözve is vannak, az úgynevezett megélhetési támogatást kapják, ami nem más, mint a minimális öregségi nyugdíjnak az 50%-át kapják a képzési idő alatt, és majd utána a gyakorlati időszakban is. Amiről szól a pályázat, tehát egy 4 hónapos képzést követően 4 hónapos, 4 órás foglalkoztatásban részesülnek az intézménynél, illetve 3 településen, Kardos, Kondoros és Szarvas csatlakozott a pályázathoz, a többi településről nem volt megfelelő feltételre rendelkező személy. És akkor a jövő évben induló, mert ezben már részben megválaszolt egy még fel sem tett kérdésemet, hogy mikor lehet jelentkezni ilyen képzésre, tehát arra majd mások is jelentkezhetnek, tehát csatlakozhatnak még majd ehhez a képzéshez mások is? Ehhez a képzéshez nem. Talán annyit elmondanék, hogy jelen pillanatban az országban 9 ilyen jellegű képzés folyik, és a szaktárca felügyeletével, ami azt jelenti, hogy egy modellkísérletnek is alávetették ezt a képzést, hiszen tapasztaljuk, hogy a házi segítségnyújtásban nagyon sok olyan alaptevékenység van, ami nem feltétlenül ápolói szakképesítéshez kötött, vagy gondozói szakképesítéshez, hanem vannak valóban segédgondozói tevékenységek, és erre nagyon jól beépíthetőek lennek részmunkaidőben, az ápolási díjon, vagy uram, bocsa, a későbbiekben a gyesen lévő édesanyák. És hát több olyan részidős foglalkoztatottat tudnánk majd alkalmazni, ami a későbbiekben a munkaerőpiacra történő visszaállást, visszahelyezést nagyban segíteni azoknak, akik már több éve erről kiszorultak.